Köszöntöm nézőinket a Moson-Magyaróvári Városi Televíziót. Látják, ez a Hírháttér című műsorunk. Múlt héten csütörtökön testületi ülés volt, vendégünk Kovács Tamás, képviselő úr, sok szeretettel köszöntöm őt is a stúdióban, és végignézzük, hogy mi is történt ezen a testületi ülésen. Pártpolitikai vitáktól sem volt mentes a testületi ülés, sőt az országos politika is a testület elé került. Napi rend előtti felszólalást is tett képviselő úr. Kezdjük először a napi rend előtti felszólalással, a pedagógusokkal kapcsolatban, illetve a közoktatás köznevelési törvény módosításával kapcsolatban tett egy napi rend előtti felszólalást képviselő úr. Mi lesz veled Moson-Magyaróvári iskola rendszer címmel? Miért gondolta, hogy megszólaljon ez ügyben, mi volt a mondani valójának a lényege, a veleje? Jó estét kívánok a kedves televízió nézőknek! Ön is tudja, hogy életbe lép egy új közoktatási törvény, és ennek a közoktatási törvénynek sajnos nincs meg a végrehajtási rendelete, és nem tudjuk, hogy mi lesz Moson-Magyaróvár iskoláival. Annyit tudunk, hogy az általános iskolák vélhetően, mivel a törvény még nem lépett életbe, a járási kormányhivatalhoz, a középiskolák pedig a megyei kormányhivatalhoz kerülnek. Ugye annyit kell tudni, hogy Moson-Magyaróváron van két vegyes iskola is, az egyik a Bójai, a másik pedig a Haller iskola, mindegyikben működik általános iskola és középiskola, tehát jogilag nem tudjuk, hogy hogy történik a megvalósítás ennek a iskoláknak a szétszedése magyarul. A másik nagyon fontos dolog, hogy és a pedagógus szakszervezetek tárgyalnak ebben a erőforrás minisztériummal, nem tudjuk, hogy mi lesz a bérekkel, hogy lesznek a túlórák kifizetve. Ez alatt azt értem, hogy jelenleg Moson-Magyaróváron a pedagógusoknak jelentős százaléka átjár más iskolákba tanítani, illetve sok túlórájuk van. Nem tudjuk, hogy ezek a túlóra kifizetések hogy alakulnak a későbbiek során. Nagyon fontos még az is, hogy magukról a pedagógus állásokról sem tudunk semmit, hiszen az iskoláknak az átszervezésével, átalakításával vélhetően pedagógus állások szűnnek meg. Ezzel ellentétben ez egy nagyon érdekes dolog, egy olyan dolog történik, hogy az oktatásnak, illetve a hozzá kapcsolódó nevelésnek a központosítása, ami korábbi önkormányzati feladat volt, most ezt az állam venni át, ezzel természetesen mi, a Magyar Szocialista Párt nem értünk egyet. Látható, hogy kaotikus a rendszer, nincsenek meg a törvények. Én azt gondoltam, hogy ezzel felhívnám az országgyűlési képviselő figyelmét egy olyan helyes magatartásra, ami Moson-Magyaróvár iskoláit a későbbiek során is megvédi. Hogy ez mekkora, egy pillanat, hogy ez mekkora terhet jelent Moson-Magyaróvárnak, még annyit tudjanak, elvonják a központi támogatásokat, ami mind a béreket részben, mind pedig a iskoláknak a működését részben finanszírozta. Ehhez természetesen körülbelül 40%-kal még hozzájárult az önkormányzat, tehát ezt a 60%-ot elvonják, viszont várják a későbbiek során az önkormányzattól, hogy a teljes iskolarendszer működtetését a pedagógus béreken kívül fenntartsa. Én úgy gondolom, hogy ez egyelőre átjárhatatlan, nincsenek meg a források, nem látjuk a túlórákat. Ez azt jelenti az egyes pedagógusoknál, hogy körülbelül egy 10-15%-os reálbér csökkenés fog bekövetkezni januártól. Hát nem tudom, hogy a polgármester úr ehhez mit szól. Ellentétben a polgármester úrral pedig 10%-os bérnövekedése lesz, hiszen olvashattuk a sajtóban, hogy január 1-től rendezik a polgármesterek bérét. Én azt gondolom, ez borzasztó bérfeszültséget fog jelenteni, hogy valaki, aki képvisel egy várost, egy területet, annak a fizetését felemelik, és azoknak, akik pedig húzzák az igát, mint a pedagógusok, emelt óraszámban, emelt feladatokkal, nekik pedig egy 10-15%-os reálbércsökkenésük lesz. Ezért volt a felszólásom. Tulajdonképpen az oktatás ideig is állami feladat volt, csak részben a finanszírozása került az önkormányzatokhoz, illetve az iskolák fenntartása, mint egy leosztva. Ezzel azt kell tudni, hogy volt egy kerettörvény, a korábbi közoktatási törvény, ez meghatározott bizonyos óraszámokat, feladatokat, stb., de magának az iskolarendszernek a működése, működtetése az önkormányzatok feladata volt. Tehát ez azt jelentette, hogy ha valamelyik iskolában mondjuk igazgatóváltás történt, vagy igazgató kinevezés, vagy igazgató visszahívás, akkor azt az önkormányzat hatáskörében, illetékességében megoldotta. Most ezt a megyei kormányhivatal közvetve pedig az Emberi Erőforrás Minisztérium fogja kinevezni, tehát olyan igazgatók fognak olyan helyre kerülni nagy valószínűséggel, akik pártkatonák lesznek. Én ettől borzasztóan elhatárolódnék most is és a későbbiek során is. Én azt gondolom, hogy egy iskolarendszernek kell olyan értékesnek lennie, főleg Moson-Magyaróvár tekintetében, ahol ismer mindenki mindent, ide járnak a gyermekeink, mindenkinek a gyermeke, tudjuk a pedagógusoknak a kvalitásait. Tehát próbálja meg a város eldönteni azt, hogy kit nevez ki igazgatónak, természetesen az iskolaszék, a szülei munkaközösségek megkérdezésével. Én ezt a lépést borzasztóan fájlalom. A másik nagyon érdekes dolog, ugye kinevezték a tankerületi felügyelőket, ezzel kapcsolatosan ugye
biztos olvasta ön is a híreket. Én azt gondolom, hogy oda olyan tankerületi felügyelet kellett volna kinevezni, akinek van vezetői gyakorlata, ért a közoktatáshoz, közoktatási vezetője ilyen szempontból, mint a vizsgában, tehát vizsga tekintetében, mint pedig a szakmai gyakorlat tekintetében megvan, hiszen neki kell majd felügyelnie, egyeztetnie a általános iskolákkal, akik alája fognak tartozni. Szakmai gyakorlata van, hisz gyakorló pedagógus a tankerület vezetője, tehát azt látja azt, hogy milyen... Így van, meg kell nézni a kiírást, hogy mik voltak a kiírás szempontjai. Én a vezetői gyakorlatot borzasztóan hiányolom. Nem volt iskolafenntartó, nem volt önkormányzati képviselő, tehát nem látja az iskoláknak a működését. Arról nem is beszélve, hogy nem csak Moson-Magyaróvár, hanem Moson-Magyaróvári járás teljes általános iskolás rendszere benne lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó feladat. Itt pártpolitikai szempontok kivételével, tehát nem hozzáállásával, tehát pártpolitika elfelejtésével olyan gyakorló szakembert kellett volna oda kinevezni, akit ismernek a pedagógusok, ilyen szempontból általános iskolákról van elsősorban szó, általános iskolás tanár vagy tanító, tehát bennél egy általános iskolában, nem pedig egy szakközépiskolában vagy szakmunkásképzőben. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy hibás dolog, az idő majd meglátja, hogy oldódnak, mint oldódnak meg a problémák. Képviselő úr is osztályozott a testületi ülésen. Igen. Még egy napirend előtti felszólásom volt, és itt a történetek, illetve a történések hűségéért szeretném megmutatni a kamerának. Biztos emlékeznek rá a kedves nézők, dr. Nagy István 2010. március 5-én úgy kampányolt, itt az idő a változásokra, és a térség üzenetét fogom elvinni és képviselni az országgyűlésben, tehát ez a mottója. Biztosítani fogjuk a kórházak és rendőrintézetek normális működését, a Fidesz megőrzi a nyugdíjak értékét, munkahelyet teremtenek, adót csökkentünk. Hát néhány kommentet szerettem volna fűzni ehhez ott is, de az idő rövidsége nem engedte. A legfontosabb az, hogy a térség üzenetét fogja képviselni az országgyűlésben. Ehelyett a kedves országgyűlési képviselő úr 2-3 napot Budapesten tölt el a parlamentben, és ez azt gondolom, hogy nem a térség érdekeit szolgálja, hiszen a térségnek az üzenete az adó csökkentés, és nem pedig az adóemelés. Meg kell nézni az egyes pontokat, amiket ígért a képviselő úr. Kórházak és rendőrintézetek normális működtetéséhez szükséges feltételek. Államosították a Moson-Magyaróvári kórházat úgy, hogy korábban az önkormányzatnak volt úgy, hogy 150-200 milliós kölcsöne volt a kórháznál. Magunknak éreztük, most ezzel szemben kineveznek kórházigazgatónak például egy fideszes pártkatonát. Elviszik a kórházat, nem tudjuk a felelősségeket, nem tartozik hozzánk, itt van Moson-Magyaróváron, teljesen érthetetlen számunkra, hogy egy ilyen kórházat és rendőrintézetet államosítanak. A másik. Közbeszerzéseknél akkor térjünk vissza a kórházhoz, hiszen egyszerűsít például a földgáz ügyében, a gyógyszerek ügyében azt hivatkoznak, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha több kórház együttműködésében, tulajdonképpen az összes kórház együtt szerzi be, akkor sokkal kedvezőbb pozícióból tudnak tárgyalni. És ez meg is jelent, ez a kommunikációs, elvileg, hogy itt már ez a kommunikációs felülete a Fidesznek, el kell dönteni, hogy most igazat mondanak, vagy nem mondanak igazat. Én azt gondolom, itt nálunk Moson-Magyaróváron, mivel a közbeszerzési tanácsnak én is tagja vagyok a pénzügyi bizottság elnökeként, a közbeszerzések normálisan jól folynak. Az, hogy ki hogyan tud alkudni, az a fizetőképességén múlik, nem pedig egy politikai dolgon. Mondom tovább, munkahelyeket teremtenek és adót csökkentenek. Szeretném mondani a képviselő úrnak, 28 adót vezettek be azóta Magyarországon, helyben például a telekadót, gondolom önnek is, illetve a kedves nézőknek nagy örömére, csekkadót, törlesztési adót, közműadót. És ez volt az az adónem, ami után úgy gondoltam, hogy értesíteni kell a polgármester urat, a képviselő urat arról, hogy a városnak, a Sziget közlakosainak, illetve a Mosoni síkság lakosainak elfogyott a türelme, hiszen a képviselő úr, és szóról-szóra idézném, felállt a 34. felszólása alkalmából a parlamentben, és ezt mondta Matolcsy Györgynek, mint egy alá feküdve a Fidesz intézkedésének, jobb adónemet kitalálni, mint a közművek megadóztatása kevésbé lehet. Ugyanakkor ez a képviselő 2010-ben azt mondta, szóról-szóra idézem, a Fidesz csökkenteni fogja az adókat, és beindítja a gazdaság motorját. Hát így csökkentik az adókat, hazudnak, hazudnak, hazudnak. A gazdaság motoráról még egy mondat, jelenleg a GDP 1,6%-kal csökken 2012. harmadik negyedévében. Ezért gondoltam én úgy, hogy dr. Nagy Istvánnak a Matolcsy-féle csomag tiszteletére átnyújtok egy egyest, egyrészt mint polgármesternek, másrészt mint országgyűlési képviselőnek. Úgy érezzük mi Moson-Magyaróváriak, hogy a Nagy István nem képviseli a Moson-Magyaróváriak érdekét a Sziget közben. Még egy gondolat, a Matolcsy csomagról szeretném tájékoztatni a kedves nézőket, annyit kell tudni róla, országosan 850 milliárd forintos a megszorítás,
Ez Moson-Magyaróváron azt jelenti, hogy ez egy 30 ezres város, körülbelül 2,5 milliárd, a sziget közben mosoni síkságban, tehát a járás tekintetében lakik 60 ezer ember, könnyű kiszámolni 5 milliárd, tehát az országgyűlési képviselő kivesz a zsebünkből 7,5 milliárd forintot, az önéből is 85 ezret, az enyéméből is 85 ezret, úgy, hogy városi kocsival jár költségtérítés ellenében Budapestre, és folytathatnám a sort. Azt gondolom, hogy mi nem ilyen polgármestert és nem ilyen országgyűlési képviselőt választottunk. Annyit tehát a polgármester válaszában azt mondta, hogy a közmű vezetékadóról beszélt, tehát ő azt tartotta jónak, ugye ez volt a válasza. Így van. Még egyszer mondom, fel tudom olvasni, ki van nyomtatva az országgyűlési jegyzőkönyv. Azt nyilatkozta a kedves polgármester úr, jobb adónemet kitalálni, mint a közművek megadóztatása kevésbé lehet. Szeretném megkérdezni önt. Külföldi, azt mondta, utána folytatta még a legalábbis a testületi ülésen, ugye, mert ugye elsősorban az a témája ennek a beszélgetésnek, hogy mi több, mint a külföldi tulajdonban lévő és profitot kivívőkre gondolnak. Ezt mondta a polgármester, tehát én nem tudok az ő nevében nyilatkozni, csak hozzá szeretném tenni, hogy mit mondott. Megkérdezni öntől. Bevezették a bankadót. Ön szerint kifizeti a bankadó után a közterheket? A lakosság. Én megkaptam a cég, megkaptam, mint egyéni vállalkozó, megkaptam, mint természetes személy, mennyivel növekednek a díjak. Tehát azért mondom, hogy a közműadó, még egy dolgot szeretnék elmondani. Moson-Magyaróváron az egyik közszolgáltató cég a városüzemeltető, a másik az Aqua. Nekik van szerves kapcsolatuk a város lakosaival. Az Aqua Kft-nek körülbelül 150 millió követelése van jelenleg a lakosságtól, a VÜF-nek, tehát a városüzemeltetőnek pedig körülbelül 80 millió. Moson-Magyaróváron ez azt jelenti, hogy a panelosok, illetve a tömbházasok jelentős százaléka, elsősorban a nyugdíjasok nem tudják kifizetni jelenleg sem a melegvizet, a fűtést és a hidegvizet. Görgetik a cégek maguk előtt ezt az adósságot, a cégeknek a jövedelmezősége a nullához konvergál, mert eredményt nem tudnak képezni. Szeretném megkérdezni, hogy ön, mint cégvezető, hogy fizetné ki ebből a közműadót? Hogy fogják kifizetni mondjuk az elektromos áramszolgáltatók a közműadót, amikor mennek a nagy távfeszültségek több tíz, több száz kilométerrel és 125 forinttal számolva? Az önök televíziójával kapcsolatosan ugye mennek a kábelok, vagy a föld alatti kábelok, az is adóztatva lesz. Tehát magyarul azok a közszolgáltató cégek, értem itt a vizet, a gázt, az elektromos áramot, tehát mindent meg fognak adóztatni. Kérdezem én, a lakosság ön szerint hogy fogja ezt kifizetni, amikor 1,5%-kal csökken a GDP, és a egykulcsos személyi adó, tehát az egykulcsos személyi jövedelem adó miatt 12-15 ezer forinttal, de lehet, hogy még többel is csökkent idén az emberek fizetése. Ön, ha ezt meg tudja mondani, nekem nem ez a tisztem, azért mondom, én azért nagyon nem az szívesen, szívesen leülnék a polgármester úrral is, vagy a országgyűlési képviselő úrral ebben vitatkozni. Könnyű annak nyilatkoznia, illetve könnyű annak ilyenről beszélnie, akinek közel 600 ezer forint lesz január 1-től a fizetése, mint polgármester, vagy 1,5 millió forintos, 1,3 millió forintos az országgyűlési fizetése. Durván keres havonta 2 millió forintot. Önnek itt teljesen mindegy, hogy 1000 forinttal vagy ezer, több, vagy 2000 forinttal több a közműadója. Tehát ezt így kell megnézni. Az a szerencsétlen ember, aki a panelba ül, lassan le kell kapcsolnia a fűtését, mert nem tudja kifizetni a fűtésszámát. Nem hogy a törlesztés, a fűtésszámát. És tudja, mi az egészben a leggusztustalanabb? Az, hogy azokat az embereket is megadóztatják, még egyszer mondom, azokat az embereket, akik törlesztenek. A törlesztés is adóköteles lesz. 3 000-kel. Gondoljon bele, meghúzza őket a bank, meghúzza őket bárki, 1,5-2-szeresét fizetik ki az általuk felvett pénznek, és még 3 000-kel meg fogják adóztatni. Ez önök szerint milyen kormány? Képviselő, több téma is volt még. Engedje meg, hogy tovább menjünk, mert a műsorunk lassan a végéhez. Bocsánat, ezt úgy gondoltam, szalad. Hogy el kell mondani. Én láttam, hogy képviselő még, akarja igen, mondani, tehát ezért igen, is nem vágtam közbe. És még egy dolgot szeretnék elmondani, ne haragudjon, ezt hadd mondjam még el. Én úgy gondolom, hogy a hitelesség kedvéért önöknek, mint televíziónak ezekről tudósítania kellett volna az önkormányzati ülésen, mind a napirend előtti felszólásokról. A másikat pedig el szeretném mondani. Itt arról van szó, hogy napirend előtt volt még egy hozzászólásunk, nem csak nekem, egy független képviselőnek is, a jobbikos képviselő magatartásával kapcsolatosan. Mélységesen elítélem Pető Pétert, a Fidesznek a képviselőjét, a frakcióvezetőjét, aki nem határolódik el a Jobbiktól. Mélységesen. Hát ne haragudjon, tegnap volt vasárnap egy tüntetés a neonácik ellen, a Nagy István polgármester ugye elmondta, hogy vallás és a többi el kell határolni, a frakcióvezető pedig nem. És politikai színészkedésnek, meg politikai akárminek nevezte az egészet. Hogy gondolják azt, még egyszer mondom, hogy gondolják azt a 21. században, hogy engem, vagy önt, vagy a kamerást, vagy bárkit engem listáznának?
Én nagyon szívesen kiadom a személyi adatomat önnek, bárki másnak, de ha listázásról kerül szó, és addig, amíg a Kopetti képviselő úr el nem határolódik az úrtól, aki ezt a listázát mondta, én semmi olyan tevékenységben nem veszek részt Mosonmagyaróváron, ami a Jobbikkal kapcsolatos. És még egy dolog, ami nagyon érdekes, hogy lehetséges az, hogy a jobbikos képviselő, még egyszer mondom, a jobbikos képviselő ellenzéki képviselőként a város adó emelését szorgalmazza. Erre adtam neki egy citromot, és politikai citromdíjnak hívtam el. Természetesen ez a sárga citrom, ez a zsidóknak a tiszteletét is szimbolizálja, hiszen 600 ezer embert semmisítettek meg a holokauszt során. Én azt gondolom, ezekkel az emberekkel nem szabad semmilyen politikai vagy gazdasági közösséget válni, és elnézést, hogy ezeket így elmondtam a műsorban. Semmi gond, ez lett volna a következő kérdésem. Akkor térjünk vissza, vagy térjünk további napirendi pontokra. Röviden, ha kérhetném, mert tényleg 2 percünk van hátra. Már így is egy picivel hosszabb lesz a műsor, mint amit erről terveztünk. Pénzügyi bizottság elnöke is harmadik negyedévet is ellenőrizték. Megkapták az elég hosszú beszámolót. Hogy látja a város gazdasági helyzetét? Milyen volt a beszámoló? Mennyire teljesültek? A következőt kell tudni. Mivel a párt ugye ellenzékből politizál, ezért általában nem mi csináljuk a városnak, illetve az országnak, de elsősorban a városról van szó költségvetését. Elfogadjuk azt a költségvetést, amit csinálnak, hiszen mindenkinek van egy költségvetés tervezete, ilyenkor mi tartózkodással szoktunk szavazni, hiszen nem mi csináljuk a költségvetést, tehát aki a tervezetet csinálja, annak a felelősség, annak a végrehajtása, a betartása. Én azt gondolom, hogy ez egy korrekt dolog, elfogadható. Amit én furcsának találok, és ezt is szeretném elmondani. Jelenleg Mosonmagyaróvárnak körülbelül 3,2 milliárdos beruházási hitel törlesztése van, és körülbelül 1,1 milliárd folyószámla hitel. Itt szeretném elmondani az érdekesség kedvéért. 2006-ban, amikor a szocialista városvezetés átadta, akkor körülbelül a kettőnek az összege 1,7-1,8 milliárd volt. Na most annyit kell tudni róla, hogy országosan jön januártól egy olyan törvény, hogy a beruházási hiteleknek körülbelül a 40%-át Mosonmagyaróvár esetén ez körülbelül 1,2-1,3 milliárd, ezt leállamosítják. De csak a hiteleket. Fönnmarad az 1,8 milliárd. Decemberben kiírtuk, illetve hát november végén kiírtunk egy közbeszerzést, hogy a folyószámla hitelünket egy egyéb áthidaló hitallal hogy tudnánk kiváltani. Nem jelentkezett be senki. Illetve aki jelentkezett, maximum 700 milliót adnak. Tehát óriási gond van, óriási probléma van. Megkérdezem öntől. Elviszik a városból a kórházat, elviszik a városból az iskolai támogatásokat, elviszik a városból a önkormányzat olyan szakhatósági feladatait, illetve illetékességi feladatait, amihez támogatás jár. A jelenlegi 12 milliárdos mérlegfőszegünk, ez 2013-ra jó, ha el fog érni a 6 milliárd forintot. Kérdezem önt, miből könnyebb gazdálkodni? 12 milliárd forintból, vagy 6 milliárdból? Nem tudjuk most, december 3-a van, nem tudjuk most, hogy milyen adókat fognak elvonni, nem tudjuk, hogy az iparűzési adónkkal mi lesz, a személyi jövedelemadó visszatérítésünkkel, a gépjárműadóval folytathatnám a sor, stb. Tehát olyan gondok... De feladatokat is visznek el, képviselőt ezért tisztázzuk, tehát ugyanúgy, hogy a tűzoltóság is benne volt, így van, mondjuk a korábbi költségvetésben, azért feladat is megy el, tehát 17 milliárdos volt mondjuk a tavalyi költségvetés, 18 milliárd. Az idei 12, tavaly 15 körül volt, így van. Hát még egyszer azt mondom, pénzügyileg teljesen legaljazzák az önkormányzatokat. Ez azt jelenti, hogy Mosonmagyaróvár, aki azért viszonylag elfogadhatóan gazdálkodott az elmúlt 22 évben, azoknak a városoknak, illetve a mosonmagyaróvári állampolgárok, azoknak az embereknek, azoknak a városoknak fogja a beruházási törlesztéseit fizetni, például mondok egy Debrecen, egy Hódmezővásárhely, akihez semmi közünk nem lesz. Ugyanis ez körülbelül az elvonásokkal 5-600 milliárd forint, és azt ön, a kamerás úr, én, mi fogjuk kifizetni. A képviselő úr is mondta, hogy fejlesztési hitelek is vannak benne. Most, hogy a fejlesztési hitel egyrészt az korábban jóval kedvezőbb konstrukció volt, mint egy működési hitel, tehát azért abban egyetértek. Tehát azért egészen más arra fizetni, ami fejlesztés valósul meg, ami profitot hozhat később, vagy legalábbis egy minőségi javulás hoz be. De most nem azt mondom, hogy az összes fejlesztési hitel olyanra ment el, mondom, ezt akarja képviselő mondani, de bizonyos része biztos, hogy a város fejlődését szolgálta. Egyértelmű, én azt gondolom, hogy a fejlesztéseknél, a fejlesztéseknél meg kell nézni, hogy mi az a hozadék, amit hoz a fejlesztés. Tehát azt jelenti, még egyszer, hogy képbe legyen, ezt nem mondja senki, az az 5-600 milliárd forint, amit most államosítanak, és a beruházási hitelekről beszélek,
hitelek, azt ön, a kamerás úr, én, mi fogjuk kifizetni, tehát magyarul nem azokat a hiteleket fogom én fizetni önkormányzati képviselőként, Mosonmagyaróvári polgárként, amiket mi vettünk fel, mint Mosonmagyaróvár önkormányzata, hanem azokat, amelyeket Debrecen, Miskolc, Hódmezővásárhely is folytathatnám a sor. Tehát azokat az eladósított városokat fogjuk mi konszolidálni a mi pénzünkből. Ez ön szerint ez jó? Így utolsó kérdésem ad legyen. Parancsolj. Rövid. Kalandpark. Ki fogja próbálni? Gyerekeivel? Én azt gondolom, hogy én is, meg a pártunk is olyan, hogy minden értelmes, normális dolgot maximálisan támogatunk, észszerű keretek között, és hát még azt is el szeretném mondani, hogy össze kellene mindenhogyan kapcsolni a városnak a fogászati turizmusát, a termálstrandfürdőjét, a futurát, tehát így kialakítani egy olyan idegen forgalmat, ugyanis nem csak beszélni kell róla, hanem csinálni. És arra leszek kíváncsi, ugye, hogy mondjuk jövő év végén, tehát mondjuk 2013-ban az iparűzési adó mellett mondjuk az idegenforgalmi adó, ami ideig 25 millió forint volt, mennyivel fog növekedni. Ezzel le lehet mérni a városnak a elméletileg a kvázi a turizmusát, vagy az itt látását. És még egy dolgot szeretnék megkérdezni öntől, ha már itt vagyok, hogy nagyon furcsának tartom, és a magam részéről ezt nehezményezem is, hogy egy évvel ezelőtt voltam önöknél itt a televízióban. Ha jól tudom, önök az önkormányzat által fenntartott televízió, közpénzből gazdálkodnak, és szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol erről, hogy az ellenzéki képviselők egy éven keresztül nem vettek részt a tévéadásában. Ugyanis... Az ellenzéki képviselők részt vesznek a televízióadásában. Nem vettek, én egy éve voltam... Szeptembertől új testületi ciklus indult, értetve, igen, hogy a szünet szeptember, után, október, november, három hónapig nem voltam. Szeptemberben ABC sorrendben elkezdtük, akkor hadd válaszoljuk a kérdésére. Most egy képviselő úr októberben volt. Igen. Kopetti képviselő, Szabó Miklós képviselő úr jön decemberben, januárban, Húshegyi képviselő úr februárban, Koperti képviselő márciusban, a testületi ülésekkel kapcsolatban. Igen. Ugye ez a szokásunk alakult ki, de ezt gondolom képviselő is nagyon jól tudja, és hogy a képviselő testületi ülés után meghallgatjuk a polgármestert, mint akit megválasztottak vezetőt. Azt is ő mindig elmondja, mert ugye általában az előterjesztésekben ő szokott lenni, ő szokott oda lenni, vagy a végrehajtását mégis a kurációban, illetve utána egy ellenzék, és utána pedig egy megpárti képviselő. Pénzéből finanszírozott köztelevízióban az ellenzék képviselője három havonta részesül tévésztetésben. Minden hónapban érkeznek képviselők. Másik oldalról sem jönnek be gyakrabban képviselők. A másik oldalról sem jönnek be gyakrabban. Hogy létezik azt, hogy a polgármester vagy országgyűlési képviselő van úgy, hogy egy nap két egymást, hogy így mondjam, egymással rivalizáló, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió, illetve a Mosonmagyaróvári Regionális Televízió adásán felváltva egymást követi. Tehát nem gondolja ön ezt, hogy ez a pártok számára elfogadhatatlan, illetve szeretném megkérdezni, hogy ismeri az ide kapcsolódó nemzeti hírközlési magyarul a médiatörvényt, hogy mit mond ki, hogy kit kell előnyben részesíteni. Én azt gondolom, hogy azok a feltételek, amelyek önök biztosítanak, és nem akarok személyeskedni, ezek az ellenzéki magatartást, vagy az ellenzéki képviselőknek a megjelenését gátolják. Amikor olyan esemény van, és meghívás kapunk, vagy ha nem kapunk meghívást, de tudunk róla, akkor szívesen kimegyünk és részt veszünk például forgatásokon. A meghívókat, illetve hát amiről tudomásunk jut, arra igyekszünk kimenni, és lehetőség szerint ki is szoktunk menni. Köszönöm képviselő, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon túlléptük a műsoridőt, de köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy elmondta véleményét. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!